háromszor több pénz. A korábbi 1300 helyett közel 4300 milliárd forint áll a vidékfejlesztési program rendelkezésére a következő 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklusban. A forrástöblet annak eredménye, hogy a kormány a nemzeti társfinanszírozási arányt a mostani 15-ről 80%-ra emelte. Az összegből a közös agrárpolitika átmeneti 2 évében, vagyis idén és 2022-ben már 1500 milliárd forintra lehet majd pályázni. A közös agrárpolitika jövőjéről tartottak online fórumot szabolcsi gazdáknak csütörtök délután. Ebben elhangzott, hogy 2018. júniusában döntött az Európai Bizottság a közös agrárpolitikai reformról, az Európai Zöld Megállapodás 2019. decemberében életbe is lépett. Eszerint 2030-ig a növényvédőszer használatot 50%-os mértékig, a műtrágya felhasználást 20%-kal, az antibiotikum felhasználást az állatvilágban pedig 50%-kal kell csökkenteni. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések folyamatosan zajlanak. Jakab István, a Magosz elnöke azonban rámutatott néhány problémára. A mezőgazdasági termelés az EU-ban 12%-kal csökkenne, az árak 17%-kal nőnének. Az EU-s import 2%-kal nőne, még az export 20%-kal csökkenne. A gazdák bevételei 16%-kal, még a GDP 71 milliárd dollárral csökkenne uniós szinten. A zöld megállapodás szabályai csak az uniós gazdákra vonatkoznának. A 2021-2028-ra vonatkozó döntések nem születtek meg az elmúlt fél évben, ezért a támogatások lényegi változása csak 2023-tól várható, addig 2 átmeneti évre számolhatnak a gazdák. Ebben az időszakban a vidékfejlesztési program segít majd nekik. A magyar kormány egy nagyon határozott döntést hozott, amely szerint az eddig 17,5%-os nemzeti részt a nemzeti társfinanszírozást 80%-ra emeli. Ez azt jelenti, hogy most a 2021 és 22-es évben még a régi szabályok szerint, de már az új megemelt büdzséből tudunk gazdálkodni. Mit jelent ez? A kettes pillérből az egyes pillérbe átcsoportosítunk 25%-ot, így az egyes pillér eddigi forrása rendelkezésre áll, tehát az egyes pillérben csökkenés nem lesz. Ugyanakkor jelentős mértékben megnőnek a kettes pillérben a források, olyan mértékben, ezt majd elmondják a kollégák, én csak utalok rá, hogy erre a 2 évre a kettes pillérben 1500 milliárd forint áll rendelkezésre. Összehasonlításul az előző 7 évben 1350 milliárd forint volt. Tehát jó helyzetben vagyunk, ezeket a forrásokat okosan kell felhasználnunk. Ebből a szabolcsi gazdák is részesülhetnek, amennyiben egyszerű és korszerű új ültetvények kialakítására pályáznak. Ehhez érdemes figyelembe venni a klímaváltozást, a piaci igényeket és a termesztés technológiát is, hogy növelhessék a versenyképességüket. A fiatal gazdáknak járó támogatás, a termeléshez kötött támogatások is megmaradnak a következő ciklusban, ahogy az átmeneti nemzeti támogatások is. 2027-ig összesen 7537 milliárd forintnyi támogatási keret áll rendelkezésre. A pályázati felhívásoknak a részletes szabályait mi is most készítjük el, részben azért, mert ugye fél éve még nem is tudtuk azt, hogy ilyen források állnak rendelkezésünkre, részben pedig azért, mert nekünk is a vidékfejlesztési programot is adott esetben módosítani kell, és az Európai Bizottsággal is különböző finom hangolásokat kell végeznünk, hogy bizonyos dolgokat tudjunk támogatni, vagy még jobban, nagyobb volumenben tudjunk támogatni. Részben pedig ugye vannak olyan ágazati igények, amelyek vagy nem voltak 3-4 évvel ezelőtt, vagy megváltoztak, és a pályázati felhívásainkban mind az érdekképviseleti szervekkel, mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, de a társadalmi értesítési folyamatban gyakorlatilag bármely magyar állampolgárnak a véleményét figyelembe véve alakítjuk ezen pályázati felhívásainkat. Amik a nagyon közeljövő várhatóak,
itt április és május hónap folyamán, ugye egy ültetvénytelepítési támogatás, ami volt már korábban 2017-ben is, de gyakorlatilag ennek egy 15 milliárd forintos keretösszegű új pályázati felhívását is tervezzük, és amely pályázati felhívásnak a részleteiről már olvashattak a társadalmiasítás során, tehát úgy gondolom, hogy itt gyakorlatilag már aki szeretne az idejében vagy a jövő évben ültetvényt telepíteni, az lényegében a főbb szabályok ismeretével már tud is készülni a pályázatával, illetve ugye a másik, ami egy tavaly ígéretünk volt, hogy az állattartó telepek számára is egy újabb pályázati lehetőséget biztosítunk. Ugye a tavaly évben elsősorban nagyobb mezőgazdasági fejlesztésekre biztosítottunk lehetőséget, az októberi pályázatunk, ugye annak az alsó határa is egy főszabály szerint 100 millió forint volt, viszont a felső, amely nagyon lényeges újdonság, a korábbi 500 millió forintról 2 milliárd forintra emelkedett, tehát jóval nagyobb projekteket tudunk támogatni, itt részben a megnövelt keretösszeg miatt is, ugye, nem kell nekünk sem lekorlátozni annyira az adható támogatási összegeket, mert így nem kell most félnünk attól, hogy egymás elől viszik el a pénzt akár 2 milliárdosával, mert azt látjuk, hogy mindenkinek is tud jutni, de itt lényegében ugye a tavalyi év végén az volt a fő szempont, hogy nagyobb pályázatokat tudjunk támogatni, mert ugye erre nem volt lehetőség az elmúlt közel egy évtizedben, úgyhogy tavaly ez volt a szempont, de már tavaly is jeleztük azt, hogy az idei évben a kisebb állattartó telepek számára is egy pályázati felhívással fogunk előállni. Ez most meg is fog történni itt május hónapra, amiben a támogatási maximumok azok lesznek, mint ami az előző felhívásban a támogatási minimum volt. Tehát amikor mondjuk tavaly 100 millió forinttól kezdődött, akkor az most 100 millió forintig fog tartani, és itt lényegében egy néhány millió forintos projektet, vagy hát egy maximum 200 millió forintos projektet ne tudnak majd kisebb mezőgazdasági vállalkozások pályázni a vidékfejlesztési programból, és ennek úgy tudom, hogy szintén a társadalmiasítása megtörtént. Itt lényegében nagyjából ugyanazokkal a műszaki tartalmakkal és ugyanazokkal a feltételekkel fogjuk tudni adni a támogatást, mint amiben ősszel is adtuk, csak ugye kisebb összegekkel, illetve ami változások voltak, azok már megismerhetőek voltak az ágazati szereplők számára. Amikkel még szintén itt május hónapban készülünk, hogy terménytárlók, szárítók és tisztítók fejlesztésére, ugye erre is volt korábban lehetőség a vidékfejlesztési programból, de egy új 50 milliárd forintos keretösszegű támogatással készülünk, és ennek a pályázati felhívásnak az előkészítése is folyamatban van. Ennek is a társadalmiasítása megkezdődött. Ebbe is az irányító hatóság logikája az volt, hogy egy 100 millió forintos alsó határtól engedi pályázni a mezőgazdasági szereplőket, viszont ebben nagyon sok olyan jelzést kaptunk már mind az egyes szereplőktől, mind pedig az agrárgazdasági kamarától is, amiben azt javasolták nekünk, ugye, hogy ennél sokan szeretnének kisebb volumenű fejlesztéseket csinálni, éppen ezért 50 millió forintos alsó határral kerül majd meghirdetésre ez a pályázati felhívásunk, és most szeretném jelezni, és kérem is önöket arra, hogy amikor ezeknek a pályázati felhívásoknak, akár a pályázat.gov.hu-ról, akár a kamarán, vagy bármely érdekképviseleten keresztül látják a tervezeteit, és vannak észrevételeik, akkor azokat jelezzék felénk, mert abban az esetben, hogy azt látjuk, hogy a valós ágazati igények, próbáljuk ezeket természetesen már mi a tervezés legelején figyelembe venni, de abban az esetben, hogyha merülnek föl újabb ilyen igények, újabb ilyen kérések, akkor ezeket még ebbe a stádiumban, amikor ezeket a pályázati felhívásokat még mielőtt megjelentetnénk, de már a tervezési folyamatok zajlanak, akkor ezeket igyekszünk figyelembe venni, és a valós gazdasági igényekhez hozzáigazítani. Tehát lesz egy 50 milliárd forintos terménytárlós pályázati felhívásunk. Az élelmiszeripar üzemek fejlesztésére 2 pályázati felhívással készülünk. Itt lesz egy ugyanúgy, mint az állattartó telepeknél egy kisebb pályázatunk, amiben az elsőben kisebb élelmiszeripari beruházásokban elsősorban gépeszköz technológia beszerzésre kívánunk lehetőséget biztosítani, és itt is egy 100 millió forint lenne a támogatás maximuma, de itt is szó van még arról, hogy esetleg ez egy 300 vagy 500 millió forintos maximummal kerüljön meghirdetésre, de a keretösszege az mindenképpen 50 milliárd forint lesz, illetve lesz egy nagyobb élelmiszeripari pályázatunk, amiben komplex élelmiszeripari üzemek fejlesztésére kívánunk lehetőséget biztosítani, itt egy júniusi megjelenéssel számolunk, és itt egy 200 milliárd forintos keretösszegben szeretnénk támogatást adni, és itt szintén egy nagyobb egyéni támogatási maximummal készülünk, itt egy 2 milliárd forintos, vagy adott esetben még egy ennél is nagyobb adható támogatási maximumban fog a pályázati felhívásunk gondolkodni, és így próbáljuk mind a legkisebb élelmiszeripari szereplőket, mint pedig a nagyobb élelmiszeripari vállalkozásokat is támogatni.
Lesznek gép támogatásaink is. Volt ugye szintén korábban egy kertészeti üzemek korszerűsítését szolgáló pályázatunk, ugyanígy egy ehhez hasonló kertészeti üzemek megújítását szolgáló felhívással készülünk, amiben újból lehetőség lesz arra, hogy a kertészeti ágazatban tevékenykedők többek között gépek beszerzésére pályázhassanak. Ez egy júniusi megjelenéssel, egy szintén 50 milliárd forintos keretösszeggel fog rendelkezésre állni. Egyébként azt szeretném hangsúlyozni, hogy minden eddig ismertetett összeg, ugye, amiket itt elmondtam, hogy 50 milliárd forint, 100 milliárd forint, 200 milliárd forint, ezek jóval nagyobbak, mint amik 2017-ben rendelkezésre álltak. Tehát gyakorlatilag már most dupla-tripla összegekkel tudunk hirdetni, ahhoz képest, hogy mekkorával hirdettünk 2016-17-ben, vagy adott esetben mennyiről hoztunk döntést, mert sok esetben nagyobb összegű döntést tudtunk hozni, mint amekkora eredetileg a pályázati felhívásban rendelkezésre állt. Tervbe van véve az, hogy a tojótyúk tartó telepek számára egy 20 milliárd forintos pályázattal előálljunk. Ennek, ha mégsem jelenik esetleg meg, annak a maximum az lesz az akadálya, hogy szó van arról is ágazati szereplőknek a kérése alapján, hogy esetleg a tavalyi nagy állattartó telepi pályázati felhívásunkat nyissunk újra, és napokon belül valószínűleg döntés fog arról születni, hogy esetleg a tavaly októberi nagy ATK-s pályázatunkat újra nyissuk, ami viszont indokoltá tenni a tojótyúk telepeknek a nyitását, úgyhogy erről kérem, hogy majd a napokban tájékozódjanak. És megemlíteném még, hogy a gomba előállító üzemek fejlesztésére is egy 20 milliárd forintos keretösszeggel júniusban pályázati felhívást fogunk megjelentetni. Emellett a minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások, tájékoztatás és promóciós tevékenységére is fogunk júniusban egy 8 milliárd forintos keretösszeggel pályázati felhívást megjelentetni, és ugye a kertészeti üzemek fejlesztése mellett a mezőgazdasági digitális átálláshoz kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatására is lesz lehetőség. Itt is egy júniusi hirdetéssel egy 100 milliárd forintos keretösszeggel próbálunk a szántóföldi gazdálkodók részére is egy precíziós gazdálkodást támogató, egy precíziós gazdálkodást elősegítő pályázati felhívással előállni. Látható, hogy a keretösszeg nagy, és adott esetben az irányítóhatóság még a keretösszegeknél is nagyobb összegben tud támogatói döntéseket hozni, ahogy tette azt ősszel is. A mi logikánk szerint egy olyan körülbelül 1000 milliárd forintos támogatásról szeretnénk a következő szűk egy évben dönteni majd, és támogatói szerződéssel támogatni ezeket a mezőgazdasági szereplőket.